hogy mi vagy az őrsünket elbontották, ugye ahol valamikor szolgálatot teljesítettünk, itt kellene egy emlékhely, vagy valami emléktábla, vagy valami. Azt mondta, hogy az önkormányzat partnerben, most elküldtem neki egy e-mailt, amiben ugye a képviselőtestületet meg kell szavaznia. Valószínű ennek az emléktáblának a helye az kint lesz a volt átkelőni, ahol az a Locsvándi fürdő van. Ja, azt még nem tudom pontos, hogy mikor tudjuk felállítani, vagy felavatni. Az egyik ötletem az volt, hogy az egyik kapuoszlopot kérjük el, mert tudja, hogy ki a tulajdonosnak a neve. Mivel, hogy fel van rá festve ez a piros fehér zöld, taknánk egy emléktáblát, vagy egy hasonló sémára, mint ami Bucson van, az a, nem tudom, voltatok-e már Bucson ezen a határőr emlékhelynél, egy ugyanolyan kis kőből felrakva egy kis emléktábla rá. Aztán azt mondta, hogy megbeszéljük a képviselőtestületet, és akkor majd jeleznek felé, én meggondolom, hogy kiírom a csoportba, meg hát mindenkinek, aki tartja velünk a kapcsolatot, az látni fogja. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttünk. Aztán hát jövőre én ebből szeretnék egy hagyományt, tehát jövőre ugyanígy szeretnék itt találkozni. Most azt nem tudom, hogy megbeszéltjük most, hogy július első hétvégéje, ha az mindenkinek jó, akkor azt gondolom, hogy tehát az idő ilyenkor azért azt mondom, hogy jó, hogy nem kell kabátba lenni, meg úgyhogy a partnerek voltak ezzel, akkor azt mondom, hogy ezt így most megbeszéltjük, július első hétvégéje, jövőre találkozunk. Jó? Érjük meg! Jó? Hát reméljük, hogy valaki nem szeretem. Én azt gondolom, hogy... És akkor átadnám a szót a legidősebbnek, Kurák Józsefnek, aki a legidősebb itt köztünk. 1945. 07-én születtem Szombathelyen. 65. november 23-án vonultam be Kőszegre, és 68. február 15-én innét szereltem Zsiráról, mert az a zsirai ős azért lett akkor híres, mert az akkori belügyminiszter Benke András augusztus 15-ével a zsirai ősöt felszámolta, a hivatásos és a személyi állományt leváltották, csak a lovak maradtak itt, az őrsellátó meg a kis titkár, és a kerülettől a legjobb határőröket 100 fölött idehoztak bennünk. Ezt bevittek bennünk a kerülethez, a nagy speech-ét bedobták, lent volt a belügyminiszter helyettes, a német vezérőnök, az akkori Szabó Gusztáv, az országos parancsnok, nem sorolom tovább, és ugye megvolt ez a nagy lelkibeszéd, kijöttünk ide, mindenki meg volt zavarodva, fiatal 20-21 éves gyerekek voltunk, és az ősparancsnok a Bozó őrnagy volt, aki az Olomóc őrsről került ide, és akkor ő kiválogatta a legjobb 15 katonáját, határőrét, és azokat hozták, azok a gyerekek itt sírtak, őszintén el kell mondanunk, hogy nem tudtak megszabadulni a Bozótól. Ez Olmódi sajátosság volt, ez Olmódi sajátosság volt. Nem tudom, mert én ott nem voltam. Béli Petty is ugyanígy van. Azért mondom el, mert fiatalok vagytok, mi egy jól kezelt őrsők voltunk, és más határőrizeti forma volt, mert ugye felső csatár Bucsú Bozsokon építették meg először az S-százas jelzőrendszert, és ott már fel volt szedve az akna, nálunk Bozsokon a réten felszedték, de még a hegyekben a hőrmani csatlakozás, hogy ment ott, nem az akna feszedték, a szombathely akkor az S-száz rendszer meg volt a katonáknak, sokkal könnyebb volt, én mondom, mint kutyás. Ugye rengeteg, legalább egy héten 5-6 riadó volt, de akkor még az oszlopokon nem emlékeztek rá, nem volt ez a széles fa, hanem minden oszlopon egy ilyen drótcsomó volt. Azon a tüskés dróton belül volt a 24 voltos imat, a Bozsoti meg a Bucsi oldalon volt egy erdő rész, ott a kottak, kecske dombon tele volt barjúval, szóval rászálltunk nekünk, már robogunk kellett, szárás mindent. Ide jöttünk, itt felszedve az aknamező, a belső dőlt leszedve, és itt védhetetlen volt a zsidai hadvár szakasz. És a sok katonák egyszerűen nem tudtuk megérteni, hogy miért követelnek tőlük ennyit, amikor nem lehetett védelni a hadvár. Innél 14 embert vittek ott bíróságra, sok katonák, a lovász szíve tartotta magát, így kezdődött nekünk itt a... És 68 februárban leszereltünk, és itt ezen az őrsön volt két olyan eseményem, hogy 3 hónap alatt lettem kétszeres kiváló határőr,
okmányozásnál, majd álmodóan leülünk, már nem húzom az időtöket. Három hónap alatt is itt volt a Szólik főhadnagy volt a politikai helyettes, de mielőtt beszerelt, hogy mondja nekem azt, hogy a urákártás azt mondja, maga lépjen be a pártba. Mondom, miért? Azt mondja, de kerület történetében ilyen nem igen volt, hogy három hónap alatt valaki kétszer kiváló határület, mert egyszerűen nem ijedtem meg az aranyvállalkosokkal. Mert elmesélem, hogyan történtek ezek a bulik. Itt vagyok azért én, és két hete voltam, amit említettél, a búcsúi határőrnapon. Hát itt a telefonomban megvan minden, hogy milyen emlékmű, meg minden. Azoknak jó van, mert az őstől vis-a-vis, hogy a 20 méterre van az egész útban a buszforduló, és ott nem zavar senkit, mert ha most innét elviszitek, vagy elveszti a jellegét. De meg nem lehet. Mert itt killottunk, hát ez a területen. Hát igen, csak az a baj ebben, hogy itt nincs ilyen terület, a bicikli útra nem lehet rakni. Nézni, hogy ahogy megyünk le a szűk utcának, az a Szigeten úgy esetleg oda majd. De itt ez is közterület, hát ide is lehet menni. Akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Öreg járőr. Köszönjük szépen. Múlt hónapban múltam 78 éves. Most az alezredesük is mondjam egy pár szót, mi vagy őzárat, őnála zárták be az őrsöt. Egy-két embert is bezártam közben, úgyhogy... Már is nagyon megúsztam. Hát volt, aki ennek sikerült. Hát tisztelettel köszöntök mindenkit. Ugye, aki nem ismer, Uri Lajos vagyok, én voltam az utolsó őrsparancsok itt Olmódon, vagy bocsánat, Zsirán. Olmódról kerültem át ide, hát ugye a Bozó példáját követve én is ilyen rendcsinálónak tettek át. De én úgy érzem, hogy sikerült azért ezt a társaságot itt annyira észbe tartanom, hogy 95-ben, amikor megszűnt itt a városunk, akkor ahová kerültek még ezek a maradék legények, ők egy dolgot szeretnék mondani, hogy fölmerült az a dolog, hogy sokan jöttek úgy, hogy Olmódon voltunk, meg Undon voltunk határőrök, és hát még jönnek kiára. Ugye minden szervezetnek van egy jogutódja, az Olmódi, meg az Undi ősnek a jogutódja a zsidai szervezet, és először is azt kell nézni, hogy határőrök voltunk, és utána azt, hogy ki hol volt. De én mindig annak örültem, amikor polgári ruhába utaztam, hogy a néphadseregnek a dicsőséges honvédei köpködték egymást, meg szitták egymást a vonaton, meg tüzér vagy te, meg lánc talpas, vagy nem tudom, harckocsizó, meg ez vagy, meg nyúl, meg minden. A határőrök azok meg találkoztak, a vonaton is teljesen én onnan tudom, hogy ez hogy működött, hogy egyszer, amikor mentem haza, Budapesten a polgári ruhában voltam én is. És így öltöztem, ott kínáltam, tényleg is ütögettem így össze a lábamat. Ilyen szokott módon. És erre oda jön hozzám, és rá azt mondja, hogy hol vagy határőr? Nézem, honnan tudod? Ugye, mert a határőrök azok. És ugye, hogy tényleg fázott mindenki, az a kukó, amit a Andrásnak odaadtam, ugye, a bőrcsizma, ugye az mindig azért fázott az emberben a lába. És tehát ilyen sztorikat lehet mondani, és ugye akárhova megyek, mindenki azt történik, ha most például a Peresznyei polgármester úr itt volt határőr, a Fuchs úr is megállt a helyét az életbe, de többen vannak. Itt van a Laci Betál, ugye akit mindenki úgy ismer, hogy Laci Betál, ő Olmódon volt lovásznál, Szijjártó László. Tehát mindenkinek, aki a határőrségnél volt, az a nagy többség, aki polgárja is megállt a helyét, pont amiatt pedig azért a fegyelemek, akkor azt gondolom, hogy álljunk össze egy ilyen csoportképre. Először csak mint határőrök, utána csatlakoznak hozzánk a